Sziasztok! Remélem az előző adással sikerült mindenkinek az érdeklődését az egekbe csigázni. Kezdjük a legelején. A gitáron, az elektromos gitáron is és az akusztikus gitáron is 6 húr helyezkedik el. A legvékonyabbtól a legvastagabb felé haladva a legvékonyabb húr az úgynevezett E1-es, a második a H, a harmadik a G, negyedik a D, ötödik az A, és a hatodik, a legvastagabb, az E6-os. Most miért pont így hívják ezeket a húrokat? Hát egyszerűen azért, mert a megszólaltatásuk pillanatában ez a hang szólal meg. Tehát amikor az E1-est megpengetem, akkor az egy E hang. És így tovább, és így tovább. Ha a H-t, akkor az egy H, stb. Stb. Na most. Amit itt láttok a nyakon, a gitár nyakán, ezek az úgynevezett érintők, vagy idegen szóval bundok, vagy az angol jelölésekben fretnek nevezik ezeket angolul. Ezek határozzák meg a hangmagasságot, az egyes hangoknak a helyét a gitárnak a nyakán. Minden húr, amikor üresen megszólal, az ugye egy adott hang, történetesen itten az E1-es, ugye? Innentől kezdve fél hangonként, amikor a következő bundra leteszed a kezed, az mindig a fél hanggal följebbi hangot jeleníti meg. Tehát, ha haladunk fölfelé, akkor az úgy fog kinézni, hogy E, F, Fis, G, Gis, A, B, H, C, Cis, B, Dis, E. Itt elértünk az első oktávhoz. A legtöbb elektromos gitárnak, már az újabb modernebb elektromos gitároknak két oktáv hangterjedelemben pontosan a két oktávos a nyaka, ami azt jelenti, hogy egy húron, az üres húrtól kezdve az utolsó érintőn megjelenő hangig két oktáv hangterjedelembe helyezkednek el a hangok. Ez 24 bundot jelent így a nyakon innentől idáig. Na most, az egyes húrok egymástól kvart távolságban vannak hangolva, ami azt jelenti, hogyha a H és az E között meghallgatjuk, hogy milyen hangköz helyezkedik el, az egy kvart lesz, ami azt jelenti, hogy 5 fél hang. Egyedül egy helyen a G húr és a H húr között módosul ez a dolog, mert ott egy nagy terc a távolság. Tehát a G és a H között csak egy nagy terc. A hangolásra azt a legkönnyebb megjegyezni, hogy amikor egy hangolósíphoz, vagy egy hangvillához behangolod a legmélyebb húrt, tegyük fel itt az E6-ost, vagy ha a hangvillához hangolsz, akkor az A-t, mert általában a hangvillák A-hangolásúak. Akkor onnantól kezdve úgy kell hangolni, hogy megkeresed azon a húron a kvartot, vagyis az ötödik fél hangot, ami ugye az E húron úgy néz ki a vastag E húron, hogy E, F, Fis, G, Gis, A, tehát megfogod az A hangot, és az A hangot, ha megpengeted, akkor a következő húrt, ezt az A húrt, addig kell húzni fölfelé, amíg ugyanazt a hangot nem hallod. Tehát ez a két hang ugyanaz. Ugyanígy haladunk tovább, amikor ez megvan, akkor az A húron ugyancsak megkeresítek a kvartot, megpengetni, ugyanannak a húrnak kell megszólalni. Mindenhol ez van, eltekintve a G húr esetében, G és a H közti hangtávolság esetében, ahol a tercet, a nagy tercet kell megkeresni, azaz 4 fél hangot, és akkor fog megszólalni ugyanaz a hang, ha helyes a hangolás. Meg fogom nektek mutatni, hogy mik azok a jelzések, amiket majd az úgynevezett tabulatúra írásnál, amiket majd a Jocó be fog adni mindig ide a kép alá, amiket ebben a tabulatúra írásban használunk. Gyakorlatilag a világ legegyszerűbb jelzésrendszere a tabulatúra, egyszerűbb, mint a kotta, nem kell megijedni, nem lesz nagy gáz, nem kell kotta olvasással borzasztóan mélyrehatóan foglalkozni. Gyakorlatilag a tabulatúra azt jelenti, hogy lerajzolják a gitár húrjait egymás alá hatot. Ugyanúgy, mintha te ezt így néznéd magad előtt visszintesen. És egyrészt jelölik azt, hogy az illető hangot, amit meg kell fognod, azt melyik húron és hanyadik
érintőnél kell megfogni. Tehát történetesen tegyük föl, hogy az ötödik, itt az insertben pont ez fog megjelenni, hogy az ötödik érintőnél kell az A húron megfognod egy hangot. Akkor azt úgy jelölik, hogy az A húrra ráírnak egy ötös számot. Ez itt majd most meg fog jelenni. Tehát oda kell tenned valamelyik ujjadat, de melyiket? Ezt úgy jelölik, hogy az alá, pontosan a sor alá beírják azt a számot, ami a balkéz ujjait jelöli, tehát 1-es, 2-es, 3-as, 4-es. Jelen esetben legyen mondjuk az, hogy az 1-es ujjal kell megfogni az ötödik bundot, akkor azt úgy jelölik, hogy az A húrra ráírják, hogy 5-ös, aláírják azt, hogy 1-es. Na most akkor még egy probléma merül fel, hogy egy adott figura esetében a pengetés az hogy történik, mert ugye vagy lefelé, vagy fölfelé pengetünk, tehát ez mindig változó. Azt azzal jelölik, hogy ugyane fölé a hang fölé, tehát hogy függőlegesen ez el van rendezve, 5-ös, 1-es, fölé a sor fölé egy jelet tesznek. Kétféle jel létezik, az egyik az, aminek alul nyitott a formája, ez a lefelé pengetés, van, aminek fölül nyitott, ez a fölfelé pengetés. Tehát gyakorlatilag itt, amit most megmutatok, ami itt most meg is jelent alul, az úgy néz ki, hogy az ötödik húron, tehát az A húron az ötös érintőnél egyes ujjal fogok egy hangot, majd utána a D húron a hetes érintőnél a hármas ujjal, majd ugyanezen a kilences érintőnél a négyes ujjal. A pengetés. Itt az van jelölve, hogy ugye az első hangot lefelé, a következőt is lefelé, és az utolsót fölfelé. Be lehet írni ugyanúgy a szüneteket, az ütemeket, mindent ebbe a tabulatúrába, gyakorlatilag ugyanúgy az ütemfelosztást meg lehet csinálni, mint ahogy a hagyományos kottában. Tehát ez egy kifejezetten gitárosoknak készült leírási mód, borzasztó előnyös. Mert hogyha arra gondoltok, hogy egy rendes kottát meglátsz, akkor abból nem tudod, hogy melyik ujjal, melyik húron, milyen pengetés irányjal. Szóval ez mind külön probléma, ezt külön ki kell dolgozni, tehát egy kétszer annyi munkát jelent. Úgyhogy gyakorlatilag a világon mindenhol már a gitárosok elsősorban ezt a fajta jelölést alkalmazzák. A legelső gyakorlat minden szempontból nagyon jó, meg fogjátok tanulni az első skálát. Az első skála, ami egy dur skála lesz. Mégpedig E-dur. Következőképpen hangzik, először eljátszom lassan, és aztán elmagyarázom, hogy miről van szó. Szóval ez lesz az első gyakorlat. Nagyon jó, hogyha úgy gyakoroltok, hogy szereztek egy metronómot. Nagyon jó kis metronómokat lehet vásárolni, azt hiszem, hogy ilyen 2000 forintos ár körül lehet ilyen elektromos pici metronómokat kapni, amivel pontosan be lehet állítani azt a tempót, amire gyakorol az ember. Sokkal jobb így gyakorolni, mint a saját belső tempóthoz, tudnélik, ha megszokod a pontosságot. Szóval az a lényeg, hogy mindenkinek azt javaslom, hogy amikor ezt a skálát elkezdi játszani, akkor állítsa be, ha van metronómia, persze, állítsa be a 120-as tempót, és a 120-as tempónak minden egyes koppanására játssza a következő hangot. Egyébként ez úgy néz ki, a pengetés rendje az majdnem végig leföl-leföl, az utolsó, tehát azt mondja le, játszom ezt most újra, le, föl, 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 le, le, föl, le. Befejezésül még annyit mondanék, hogy amikor az adott tempóra már beállítottátok ezt a skálát, akkor ötönként a metronómot magasabbra, gyorsabb tempóra állítva gyakoroljátok a csillagos ég a felső határ.